este, és ez a következő blokk is biztosíték erre. Csodálatos három dal következik, ismét Romival kezdünk. Hát talán az idősebbek az 50-es évekről még emlékeznek a mexikói karnevára, hiszen ez egy sláger volt akkor, és ezt fogjuk most egy picit modernebb formában feleleveníteni Romi segítségével. Aztán ismét Enikőt csodálhatjuk meg az ő előadását a Fém című számmal, és hát közelítünk megint Európához, Magyarországhoz. Egyre inkább jönnek majd a kedvenc olasz slágerek, mint az Il Mondo is, és hát aztán végén megérkezünk Magyarországra, de erről majd egy picit később. Hölgyeim és uraim, nagy taps köszöntse ismét a színpadon Romit, Romeo Delamicot! Sway, zeng a mexikói karnevál! Olé, vamos! Most
látsz. Csak most kell semmi más, hát hidd el, nem is légy nagyon jó. Úgy szeress, hogy érezzem, nincs rá szó. Béli a lényegöl, nagyon nagy semmi van, de egy nap mindent megkapok én, és egy úgy ki a fény. Szárnyáról ezt maga írni, szólít egy hang, te is szállj. Ábből elég minden ember, kis általunk lesz, de Rómaihoz köszöntse egy hatalmas taps a színpadon. És igyekszünk, hogy a szünetben is emlékezzenek ránk, és hogy kíváncsira várják a folytatást. A színpadon, Róma! Szépen. A következő dal, Il Mondo, a világ. Ez a mi bolygónk, ez a mi földünk, amit hát egy kicsit jobban kéne tisztelni, mert ugye a termelés, a gazdaság, és megfeledkezünk arról, hogy mit jelent az élet, az igazi életmód. Én látom az őrséget, egy csodálatos hely, de tényleg, nem bokból mondom, ez a sok zöld, jó levegő. Hozzáfűznék egy kis pici dolgot, ami Milánóban, ez most már napi rendben van majdnem, hogy október-november felé a televízió bemondta, ne nyissák ki az ablakot, a gyerekeket ne vigyék le az utcára, mert sajnos a levegőnek a minősége annyira rossz volt. Tehát ez is egy komoly életmód különbség. Itt az ember szabadon lélegzik, ott vigyázni kell még azzal is. Hát szóval én úgy gondolom, hogy tiszteljük a bolygónkat, igaz? Szeressük ezt a... Ez Il Mondo, főn! No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Il mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono un niente accanto a te. Thank you.
színpadon. Romeo Del Amico, Romi barátom, gyere be még egyszer az élmondóval. Fantasztikus volt ez a dal is. Szépen köszönöm, és látom, amit mondtam, annak van hatása, mert tényleg a Földünk, a kincsünk, ahol élünk. Tisztelni kell és szeretni. Pecske. Nagyon szépen köszönöm. Kedves közönségek, egy csodálatos ember, egy csodálatos hang. Fogunk még ma róla beszélni. Hát Enikő már itt említett egy, az első duett következik. Egy fantasztikus duett, komoly hangvételű dallal kezdtünk, ugye a Hazám Hazámmal. Hát akkor fejezzük is be műsorunk első részét egy komoly hangvételű dallal. Egy olyan dal, amit talán mondhatom nyugodtan, hogy szintén a magyarság himnusza lett, hölgyeim és uraim, itt Öri Szentpéteren, a színpadon, Détár Enikő és Romi előadásában a honfoglalás következik. Köszönjük szépen! És mielőtt a barátaim említem az előtt, hát szurkoljanak, talán imádkozni nem kell érte, de igazából ezt mi most próbáltuk össze az önök kedvéért Rómeóval, hiszen mi életünkben először most találkoztunk. Úgyhogy szívünk teljes szeretetében próbáltuk le többször a délután folyamán. Remélem, hogy szeretek.
Köszönöm szépen, hogy szeretném a vállalkozni. Köszönöm, köszönjük! Nyári hangulatot itt hagyni. Most még szólóban egy olyan dal, amit már többször énekeltünk egyébként a divákkal és a tévében. Ez pedig nem más, mint a Copacabana. Mutatok valamit, ne ijedjenek meg, ez nekem nem nagy munka. A húgommal együtt mi jöttünk ki anyukám hasávot, na majd mutatom. Na még egy kis kaszka volt, hogy már légy szíves. Sajnos minden jónak egyszer vége szakad, így vagyunk a mai műsorunkkal is. Na azért még ne csüggedjünk, egy pici kis ráadás még van. De engedjék meg, hogy tényleg megköszönjem azoknak a mai műsort, akik támogatták, akik szervezték, akik meghívtak minket ide. Egy nagyon nagy tapsot kérnék szépen Őri Szent Péter városának. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük a Művelődési Ház igazgatónőjének, Breszko Csillának. Köszönjük szépen a megkívánást! Köszönjük a Miss Pro produkciós irodának, Gombás Endre producer úrnak, akit egyébként már Enikő is bemutatott önöknek. Köszönjük a tapsot. Köszönjük a technikusoknak, Német István hangmérnöknek, Horváth Péter technikusnak és Horváth Dávid fénytechnikusnak. Egy nagy tapsot kérnék szépen. Nekik is. És akkor picit mi is mutassuk meg. Jaj, bocsánat. Művészeknek szeretném megköszönni mind a Zenikőnek és Rómeónak ezt
behívom őket, illetve nem én hívom be őket, hívják be őket. Csináljuk úgy, mint a Milánói Szkálában, jó, hogy vastagsok, kérnék szépen! Romeo, de nem ikona! Hát hallottam, hogy a pálinkának is a hazájára, ugye? Az érségi pálinka nagyon fantasztikus. Tényleg megkosztottam már többször. Hölgyeim és uraim, legalább ilyen vastapssal, aztán természetesen lehet állva sikoltozva, ahogy gondolják. Egy nagy tapsot kérnék szépen Tétár Erikőnek! Pedig ez egy olyan dolog, megtanítom a lefélyt, hogy te akartál veszni vele szóval. Nem baj. Igen, ez egy nagyon tulajdonság, bocsáss meg. Igazából a buli most kezdődik, szóval tényleg mozduljanak meg, énekeljenek, dobják fel a hangulatot, hiszen egy olyan dolog következik, ami nélkül mi nem tudunk élni. Mi nélkül nem tudunk élni? Hangosan, már itt hallom az első sorokból. Zene nélkül nem tudunk élni. És akkor most tényleg Erikő élje a szó már. Így van, illetve tényleg. Hát Romeoé, akit így könnyezve... Természetesen is megtanítjuk ezt a nagyon bonyolult refrént, hogy zene nélkül... Na, akkor ezt túltoltuk, ugye? Szerintem ez menni fog. És hát a Romeoval kapcsolatban pedig könnyezem, mert azért hiszen ő néhány éve itthon él, és itt született, de hát nagyon sok évet töltött el a nagyvilágban máshol. Úgyhogy szurkoljunk, hogy sikerüljön. Ezt is egyébként az önök kedvéért délután gyúrtuk ki. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire. Jó? Yeah.
El kell búcsúzni valami gyönyörű dallal, igaz? Ez nagyon édes van. Ez is egy de ez egy olasz szám. Én egy évig tanultam latinul, de középiskolában, 14-től 15-ig, ez már elmúlt. Olaszul végképp nem tudok, de tanult kollégáim azt mondták, hogy a rutinosok, hogy kisányom, amíg van lala, mi bajod lehet? Úgyhogy édesanyám, ezt gondolom, úgyhogy mindenki érdekel olaszul, ugye? Volare! Oh. És nyugtassanak meg, hogy senki nem beszél olaszul, ugye? Romeo kíván. Hát akkor... Hogy mondják olaszul azt, hogy viszlát? Arrivederci. Hoppá, akkor ezen, hölgyeim, uram, uraim, arrivederci, Baptimort hallom. És lalában nagyon erősek leszünk mi itt a vokálból, és én azt érzem.